A tartós 30 fok feletti nappali hőmérséklet nem csak az emberek számára megterhelő, a forróságban az állatok is szenvedhetnek, ha nem megfelelően tartjuk őket. Erre a tényre az állatvédők is felhívták a figyelmet. Az állat arra figyelmeztetik az önkéntesek, hogy lehetőleg csak akkora reggeli vagy késő esti időpontban sétáltassák kedvenceiket, hiszen a felforrósorot aszfalt komoly égési sérüléseket okozhat az állat mancsán. Az Elizabeth menedék önkéntesei szinten naponta találkoznak olyan esettel, amikor a hőség miatt szenved egy állat. Kérdésünkre elmondták, a hőségben többek között azzal is tudunk segíteni, ha kisállatunk számára hűvösebb helyeket biztosítunk. Itt nálunk hatalmas fák vannak, ez nekünk nagyon jó, de ahol ilyen nincsen, akkor biztosítsunk az állatnak árnyékot, hogy el tudjon bújni, le tudjon pihenni árnyékos helyen. Nem lehet, hogy egész nap kint legyen a, a melegben, ezen kívül pedig a víz, az ivóvíz. Tehát azt folyamatosan kell biztosítani, nem csak egyszer-egyszer, folyamatosan. Nem elég a saját állatunkra figyelni, hanem nézzünk oda, ahol járunk, kellünk. Én például megmondom őszintén, nyáron, bent van az autóba egy nagy adag víz, és hogyha látok olyan állatot, vagy látok olyan helyet, ahol, ahol fontos lenne megitatni, akkor igenis itassuk meg az állatot, és adjunk nekik vizet. Nézem mindenki át a szomszédba is, hogy megfelelő -e a tartást. Az önkéntes hozzátette, amennyiben van erre lehetőségünk, egy gyermekmedencét is kihelyezhetünk négy lábú barátaink számára, melyekbe belefeküdhetnek, így hűtik magukat. Azzal is tudunk segíteni a kedvenceknek, ha például bevizezzük a fejüket. A felelős állattartáshoz hozzátartozik az is, hogy a gazdiknak előtt kell tartani kedvencük kinézetét és szokásait, így különböző egyéni megoldásokkal tudják enyhíteni állataik szenvedését a nagy melegben. Vannak nagyon vastag, nagy bundájú kutyusok, és ha valakit teheti, inkább vigye el kozmetikushoz, hogy le legyen nyírva, egy kicsit meg legyen ritkítva a bundája, de az is jó ilyenkor, ha jó kifésüljük én is ezt szoktam csinálni ilyenkor. Ha nem figyelünk kellőképpen oda állatainkra, könnyen kialakulhat a baj, ők is hőgutát kaphatnak. A rosszul lét jele lehet, ha a házi állat intenzíven liheg, nyelve sötétebb színű a megszokottnál és állandóan kilóg a szájából. Ebben az esetben a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet. Az állatvédők arra is felhívták a figyelmet, hogy tűző napon hagyott autóban soha ne hagyjuk ott kedvenceinket, mert a túlhevülésnek visszafordíthatatlan következményei lehetnek.